A Nemzetközi Nőnap alkalmából a torontálvásárhelyi Mósapiádi Általános Iskolában közös ajándékészítést szerveztek. Az édesanyák és nagymamák, tanítónők, tanárnők megörvendeztetése céljából. Saját kezűleg formáztak színes virágokat. Az ünnepi csokrok az iskola előcsarnokában a közös vázába kerültek. Ezen kívül nőnapi üdvözleteket, ünnepi jókívánságokat készítettek a tanítónőknek, tanárnőknek. Ezek felkerültek az iskola honlapjára. A múlt hét folyamán felhívást kaptak a diákjaink két tevékenységgel kapcsolatban is, amellyel a nőnapra készültünk már. Az egyik az volt, hogy személyesen készítsenek el papírból virágot, azt hozzák be az iskolába, és ezt mi egy közös vázába elhelyezve szeretnénk majd nőnappal, tehát ma ezzel gratulálni a hölgyeknek, hiszen úgy gondoljuk, hogy a gyerekeket már kiskoruktól kezdve tanítani kell arra, hogy tiszteljék, becsüljék a szülőket, ebben az esetben az anyukákat, a nővéreket, a kislányokat, és azt gondolom, hogy ezzel nagyon fontos foglalkozni már kicsi kortól. Tudjuk, hogy óvodáskorban már a gyerekek saját kezűleg készítenek ajándékokat az anyukáknak, ugyanezt folytatjuk mi is az iskolában, egy kicsit már komolyabban. A másik projektumunk most így az online térre vetődött inkább a helyzet miatt. Ez a másik projektum az volt, hogy a gyerekek az anyukákkal, nagymamákkal, nagynénikkel közösen üzeneteket fogalmaztak meg, és fénykép formájában lefényképezve ezt az üzenetet osztották meg a közösségi oldalon, az iskola profilján. Engem nagyon nagy boldogság töltött el, amikor láttam, hogy 50 fénykép érkezett be. Először csináltunk ilyen hasonló tevékenységet, és azt gondolom, hogy az első alkalomra nagyon jó. Az üzenetek maguk őszinték, érzékenyek, igazak, olyanok, amilyenek valójában a nők, és azt gondolom, hogy ez pont nagyon jól levetítődik, hogy milyenek is igazából az anyukák, gondoskodnak a gyerekekről, és ezek az üzenetek jönnek le magukkal a fényképekkel is. A kezdeményezés a Diák Parlament oldaláról jött, ez egy harmadik része a mai napnak, amikor is azt a kívánságot óhajt fejezték ki, hogy a mai nap folyamán zenét engedjenek a szünetekben, és azt gondolom, hogy ez is egy ilyen pozitív hangulatot fog előidézni, és természetesen erre vevők vagyunk, és mi is beleegyeztünk ebbe az ötletbe. A gyerekeket megkérdeztük arról, mit ünneplünk március 8-án, szerintük miről szól a Nemzetközi Nőnap, készítettek-e ajándékot? Mit ünnepelünk ma március 8-án? Milyen nap ez a mai nap? A mamák napja. De ilyenkor fel lehet köszönteni a nagymamákat is, tehát minden női szemét, sőt a tanítónénit is. Igen. Mit készítettek? Esetleg valamilyen ajándék készült? Igen, én mamának otthon volt a szíves papírom, és akkor kivágtam egyet, és akkor sok szívet összerakasztottam, és akkor úgy a papírra ráragasztottam. Írtál valamilyen jó kívánságot? Uh-huh. Azt írtam, hogy bárcsak kaphatnák egy babát. Tanítónéninek készítettél esetleg valamilyen kis meglepetést? Igen, csak még nem lett kész. Tehát majd kicsit késve kapjál. Uh-huh. Igen. És tetszik itt az iskolában? Melyik tantárgy tetszik a legjobban? A magyar. Tehát szeretsz írni, vagyis hát még csak tanultok írni, uh-huh. És szeretném már nyilván olvasni is. Igen. Tehát itt jó az iskolában. Igen. Elmondanád nekünk, hogy mit ünnepelünk ma, március 8-án? Milyen nap van ma? A nők napja. És mit készítettél itt az iskolában, esetleg otthon? Valakinek készítettél ajándékot? Hát valamikor szoktam rajzolni otthon. Valamikor sokszor, valamikor úgy szoktam ajándékot rajzolni. Tehát nem csak nőnapkor, hanem különben is szoktál ajándékot készíteni? Igen. És most március 8-ára mit készítettél? Képeslapot, meg faszívet. És ráírtál üzenetet? Emlékszel, mit írtál rá képeslapra? Há.
Boldogan napot, meg hogy szeretlek mama, meg ilyenek. Rácz István Oliver most 5. osztályos, azonban nem feledkezett meg volt tanítónőjéről, akit ajándékkal köszöntött fel a nőnap alkalmából. Danes slavimo dan žena i... Ma nők napját ünnepeljük, és ilyenkor ajándékokkal kedveskedünk nekik. Úgy döntöttem, hogy meglepem a tanítónénimet. Nagy szünetben bejöttem a tanterembe, és vártam, hogy megérkezzen. És akkor megleptem ezzel a kis ajándékkal. Pénztáros vagyok az osztályomban. Pénzt gyűjtöttünk, hogy osztályfőnökünknek, tanárnőknek, anyukáknak kis ajándékot készítsünk. A Nemzetközi Nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja. Sikerült ezt a napot az iskolában különlegessé tenni, hogy meglephessék a gyerekek a számukra fontos nőket, hiszen ez a nap most róluk szól. Anyukánkról, akik gyereket nevelnek, karriert építenek, otthont varázsolnak, vacsorát főznek. Nőkről, akik tanulnak, dolgoznak, segítenek, gondoskodnak.